Sziasztok, én Blue vagyok, és ez a videó, mint ahogy a címből is láthattátok, egy mérföldkő feliratkozós különkiadás lesz. Bevallom, az első ilyet 100 feliratkozóra akartam csinálni, de ez nem történt meg, mert amikor kikerült az Animaticum Oven csatornájára, akkor hirtelen lett 40-ből 600 feliratkozóm, szóval eléggé gyorsan átsiklottam a 100 felett. De nem baj, mert majd itt bepótoljuk. Ezt a csatornát kicsivel több mint egy évvel ezelőtt kezdtem el csinálni, akkor került fel a csatorna bemutató videóm, ami nem pont úgy sikeredett, ahogy akartam. Alig bírtam összevágni a videót, a képernyő felbontásról fogalmam se volt, a mikrofonom meg fellázadt ellenem, és rohadt halkan vette fel a hangot. Ja, és Blue is rémesen nézett ki. Valamiért azt hittem, hogy ettől a videótól egy csapásra híres leszek, aztán egy hét múlva láttam, hogy van rajta 3 megtekintés. Én meg erre így, betavály! Sok dolog nem valósult meg abból, amit ott ígértem nektek, de erről majd később. Pár iskolatársam megtalálta a csatornám, és azóta van ez a Geviár gyerek, aki zaklat, szóval ha meglátjátok a kommentjét bármelyik videó alatt, léci, osszátok ki. Mindig próbáltam 100%-ot beletenni abba, amit feltettem ide, és a sok munkának meglett az eredménye, hiszen elértük az 1000 feliratkozót, ami elsősorban amiatt vártam, hogy végre tudjak YouTube bejegyzéseket létrehozni, de azért, ha így belegondolok, hogy most már több mint 1000 embert boldogíthatok itt a csatornán, akkor így wow. És hihetetlenül jó érzés támogató kommenteket és e-maileket kapni tőletek, meg persze fanartokat és mémeket is. És erre az 1000 feliratkozós különkiadásra terveztem egy rajzverseny kihirdetését. Ennek a lényege az, hogy lerajzoltak engem, ha nem tudjátok, hogy pontosan hogy néz ki a karakterem, itt van egy referencia rajz róla, amit az Instagramon meg is tudtok találni. A rajzokat augusztus 1-ig lehet beküldeni erre az e-mail címre. Az első 3 helyezett fog díjat kapni, ami vagy fanart, vagy animáció, vagy animatik lesz, attól függ, hogy a nyertes mit szeretne. Az összes rólam készült rajzból csinálni fogok majd egy montázs videót, ami majd fel lesz a csatornámon. A másik dolog, amit beszeretnék jelenteni, egy kérdezfelelek videó lenne, szóval ha valamire kíváncsiak vagytok velem vagy a csatornámmal kapcsolatban, akkor azt most írhatjátok le ide kommentbe, és akkor abban a videóban mindenre válaszolni fogok. Még pár fontos infót el akarok mondani a csatorna jövőjével kapcsolatban, hogy mégis milyen tartalmak várhatóak az elkövetkezőkben. A csatorna bemutatóban azt mondtam, hogy lesz regényírás alapjai, viszont ezt az ötletet teljesen elvetettem. A festési tippekből már pár rész fenn van YouTube-on, de bizonytalan vagyok abba, hogy folytassam-e. A Ragosz legendai percek még biztosan lesz, de majd csak később. Speedpainteket is természetesen ezután is készíteni fogok. A történetekből még csak egy rész van befejezve, de a második már készülőben van, ami arról fog szólni, hogy hogyan vesztem el az erdőben egy város közepén. Eléggé egy vicces történet, szóval gondoltam, megosztom veletek. A kérdezfeleleket ugye most fogom elkezdeni, még rengeteg rövid map részlet animációra is számíthattok. Apropó, jelenleg a két multianimátor projektem van folyamatba, és eddig jó haladunk velük. A Nabus hamarosan kész is lesz. Szeretnék majd több ilyen projektet is szervezni a jövőben Ovennek, és Pamkutyára is gondoltam még. Van viszont egy sorozat a csatornámon, amit most nagyon felszeretnék pörgetni, ez pedig a Kívánság műsor, ahol ti adtok videókhoz ötleteket kommentbe. A Discord idiótek is ilyen volt. Meg persze lesz még sok kokonosi content is. Pár konkrét videót is tudjak mondani, amit hamarosan fel fogok tenni a csatornámra. Hát itt van. Jelenleg dolgozok egy animatikon, aminek a témája a Slime Rancher nevezetű játék. Már készül a Discord idióták második része, ahol beépített főnököt játszottam a saját szerveremen. Valamint folyamatban van egy paródia videó is az avatáról. Szóval, ja, tele vagyok ötletekkel. Nem kell aggódni, hogy abba hagyom a videózást. Ráadásul a jövőben más emberek, mint például Zsóka és Hangya is többet fognak szerepelni. És van egy nagyon aranyos grafikusom, igen, Jumi, aki megrajzolta nekem a karaktereimet. Mert én még mindig nem tudok olyan jól rajzolni. De azért, léci, mondjátok, hogy fejlődtem az egy év alatt. Persze az animár történeteket, meg az animatikokat továbbra is én fogom csinálni. Na de ennyi elég is lett volna mára. Én Blue voltam, a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!